Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Cartoon, IEFC Mobile, és a mai videóban pedig egy óriási dolog lesz, hiszen ti választottátok meg, hogy több mint 600 millió coinért kit fogok leigazolni a csapatba. És hát ugye van pár poszt, ahol én amúgy szívesen változtatnék, a Walker helyett már kinéznék valami jobbat egyébként. Nagyon sok jó kapus jelent meg, a Howardot nem szívesen cserélném le, de tényleg azzal is egyetértek, mert tök jó új kapusok jelentek meg. Valóban ott a Milenkovic-Savic, a Touré, a Messi, akár akit cserélni lehetne. Ehhez képest nézzük, hogy ti hogyan döntöttetek, hiszen ezt most tényleg ti döntöttétek el. Azt mondja, hogy jött egy ilyen komment, hogy Milenkovic-Savic helyére Cole Palmer piros rankon 178 like-al, ami egészen sok, és ez egy olyan döntés, amivel teljes mértékben egyetértek, ez tök jó, de nem ez nyert. Hanem a következő, ami úgy szintén nem nyert, viszont ez is nagyon érdekes lett volna, a 101-es Retro Stars Ronaldo, akinek az ára azért 700 millió körül ingadozik, tehát nem tartja úgymond, amit megbeszéltünk, hogy 600 millió körül legyen, ám bár a Messiért kaphatnánk annyi coint, amiből le tudnánk cserélni egy jobb fajta Ronaldóra, kipróbálván a Ronaldót, hogy mi a legdurább Ronaldó most a játékban. Nem ez fog megtörténni. Nem ez fog megtörténni, nem viccből van rajtam ez a mez, hiszen Chelsea-set nem találtam, úgyhogy maradt a belga, hiszen Hazard belga válogatott. Hazard legyen, aki szerint az nyomjon egy lájkot, ez a komment nyerte meg, 316 lájkkal, tehát sokkal-sokkal több lájkkal, mint az előző kettő komment, amit felolvastam. Úgyhogy Hazard jön, ne is nagyon szórakozzunk, nézzük meg, hogy ki helyére melyik poszton, de én nagyon félek, hogy a Nico Williams lesz az, akit le kell cserélni. Azért félek, mert Nico Williams-et nagyon-nagyon szeretem, tényleg élmény vele játszani. Nézzük meg, milyen Hazard lapok vannak. Én őt annyira így különösképpen nem csíptem, követtem a karrierjét persze, és van egy ilyen 102-es egészen brutális, ám bár ilyen új, kicsit furcsa dizájnú lap, nem annyira tetszik ez a dizájn, ugye a kapusomnak is ilyen dizájnnal rendelkező lapja van. 443 millió, tehát kényelmesen belefér a büdzsébe, sőt, magasabb rankon is meg tudjuk venni egy 106-ossal, de akár beledurranthatunk egy legendáriba, hogyha úgy jön ki. 107-es, konkrétan 106-os játékosom sincsen, tehát a 107-es az egészen elképesztően félelmetes lenne. Így lenne deal a Nico Williams helyett egy legendáriba. Ezt nagyon-nagyon kipróbálnám. De ha kicsit logikusabban gondolkodunk, akkor a piros is eléggé durva, és az is elegendő lehet egyébként. Nézzük meg, mindenféleképpen watchlist-re rakjuk, hiszen ezt a Hazardot kell megvenni, természetesen a többi az nem lényeges ebből a szempontból. Oké, nézzük meg akkor, hogy hogyan gyűjthetünk be coinokat, hogy ez minél simábban összejöjjön. Itt volt pár játékos nyitásom, ezeket el is adtam most, 340 millió. Kérdés, hogy kit tudunk eladni, és mennyit kapunk a Nico Williams az egyik legdrágább játékos a csapatomban, és nagyon jó ingém. A Hazardot nem tudom, hogy milyen ingém, főleg ez az új, mert egyetlen egy Eden Hazard lapva, gondolom nem a Torgen Hazardra gondoltál, tehát egy edetlen egy Eden Hazard lapva a játék most jelenleg, nem tudom milyen ingém ezt, hogy csinálták meg. Hát izgatott vagyok, de ez most egy nagyon nagy biznisz lesz, és le kell szedni először is a tréningeket erről a Nico Williamsről, csak még azt nem tudom, hogy hogy fogjuk ezt megtenni, lehet, hogy az lesz, hogy másba rakjuk bele, de végül is van egy lila játékosunk, úgyhogy arra is átpakolhatjuk a Neuhausra, itt az ideje, hogy a Neuhausra pakoljuk át. Itt a Nestát szerintem azt megéri eladni kézzel, így van. A többieknél meg megnézzük exchange-be, hogy mi a helyzet. Előtte viszont mindenképpen csináljuk meg az eladást, mert lehet, hogy idő kell neki, nem tudom. Azt mondja, hogy akkor training transfer, van elég pontom? Nincs, úgyhogy ezt majd mindenféleképpen már most veszünk is. Egy jó 50-eset be is gurítunk ide. Nem 15-öt, hanem egy jó 50-et. Másfél millióért, tehát ezzel is megy a pénz, de ezt muszáj egyszerűen. Oké, na nézzük akkor. Van ez a 95-ös srác, a Neuhaus, akit most már tényleg ideje akkor felhasználni egy ilyen projektre.
ott is van fönn, és akkor belemegy a 20-as szint. Még marad mindig 19 egyébként a Nico Williams-em, úgyhogy azt is bele kéne tenni valakibe. Hát az a baj, hogy Götzébe tudjuk, 10-es szint az nem túl sok, mindegy, pakoljuk bele. És a többi 18 szintet valaki olyanra szeretném rálőni, aki tudja is majd ezeket használni. Kukurejával felmenne 25-re, ő az egyetlen legendary így, akiben tényleg megérheti. Ott a Company, ő felmenne 25-re, és még maradna is egyébként szint. Úgyhogy legyen az, legyen az. Legyen a Company 25-ös szintem, mert ott nagyot fejlődik. 150 fölé megy a védekezése, nagyon durva. Ilyen szempontból ki az, akit mostanában nem cserélnénk le, ugye ezt kellene nézni. Kukureját egyelőre biztos, hogy nem tervezem lecserélni. Viszont megint kell vennünk ilyen pötyit, amivel ezt a training transfer cuccot meg tudjuk csinálni. Hát nagyon sok milliót költöttem már training transferre, egyszerűen hihetetlen, de legalább örülünk, hogy benne van a játékban. Jó, így nézünk ki. Kukureja most nem fejlődött, azt majd fel is húzzuk akár egyébként. Simán felhúzhatjuk 24-re szerintem. Tréningnél ezt meg is tudjuk csinálni. Nézzük már, 24-es szintér, ugye kap védekezést, ami nagyon fontos, és nem is kell sok játékos betörni. Nagyon jó. Szuper, és akkor jön a Nico Williamsnek a kiszedése a csapatból. Hát vérzik a szívem egy picit egyébként, mert én nem őre gondoltam. De nem baj, ez pont ettől poén, hogy ti így vélekedtetek erről a dologról, és akkor ez így kerek, én azt hiszem. Oké, menjünk akkor, adjuk el a Nico Williams, tehát ilyen nagy eladásom nem nagyon volt még egyébként, hogy ekkora összegért, hú Jézusom, hát az a baj, hogy mindenki el akarja adni, ez nem tudom, hogy fog összejönni, srácok. Há, 385 millió, de hát mindenki el akarja adni. Ez valószínűleg ebben a videóban nem is fog összejönni így, tehát itt estig várhatnék. Ez egy hétvége, ez biztos, hogy kell, hogy eladjuk, de a belga mez marad, a Hazard az fixen jön. Tehát ez nem is lehet kérdés, hiszen ott a watchlisten, de ez egy nagy projekt lesz. Nézzük meg, hogy itt amúgy meg tudnánk venni, 5.99-ért meg tudnánk venni a pirosat, hát ahhoz nagyon-nagyon nagyot kellene bontani, hogy ez ebben a videóban összejöjjön, úgyhogy nem egyszerű a történet, de hát mindegy, ez van. Oké, menjünk bele a questekbe, csináljuk akkor a dolgokat, bontogassunk, hát ha bontunk olyat, ami esetleg elősegíti ezt a bizniszt, illetve hát a coin gyűjtés az mindenképpen fontos, illetve gemekért is bonthatunk pakkot, hiszen ismét szerváltam gemeket, gyűjtögettem, mint a jó mókusok, aztán majd haladunk itt a hétvégén, még tovább gyűjtögetek. Most nagy nyitásom a héten egyáltalán nem volt, semmilyen szinten. Viszont most itt lehet, mert azért jó pár pakot ki fogunk bontani ebbe a videóba. 91-es sallói standard packből. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. A 91-es sallói standard packből. Hibátlan. Illetve itt is megcsináltam ezt a futballcenteres cuccot, tehát 1500 gemet jelent, ami azért eléggé királyságos. Már csak egy ilyen Player of the Match-et kell majd, vagy Player of the Month játékost kell inkább berakni. Szuper mást nem csináltam itt meg, úgyhogy mehetünk bele a Star Pass-be, ahol is azért hiába végeztünk vele, jó pár cuccot be lehet gyűjteni úgy szintén, köztük játékosokat is, szuper jó. Oké, nézzük már az Extra Time-ot, mi a helyzet, jó lenne ebbe a videóba is valami Extra Time bontást csinálni, és szerintem fogunk is, mert abból jön a legtöbb pénz, de előtte az ingyenesen rászaladunk, hát ha bead valami jót, nem adod be, Luke Bakiot választjuk, de őszintén szóval oly mindegy. Jó, és azt mondja, hogy hát igen, a 3000-es nagyon-nagyon megérni, de nagyon messze vagyunk itt pontokban, hogy bármit is tudjunk ilyesmit bontani, úgyhogy valószínűleg ebben a videóban nem is lesz Extra Time. De lesz más, hiszen van egy valagnyi gemünk, 8600 megint ott van. Hoppá, Free Pack Romero, az elég jó. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi a helyzet, miket lehet bontani. Van a garantált 97-es, 3000-ér, az ugye nagyon jó, az Extra Time az ilyet nagyon szereti, úgyhogy én szerintem arra mindenféleképpen rámegyünk, mert ez az Extra Time az előző videóban, mint láthattátok, nagyon-nagyon megérős. Hát több mint 100 milliót tudtunk kiszedni belőle. Na nézzük a bónusz untradeable játékost. Dán, igazából mindegy, igazából a rossz is jön nekünk.
nem kell itt 99-es vagy 101-es Jöjber. Azt a mindenit. 101-es Jöjber. Azt a mindenit. 195 millió. De jó ég. Durva a csávó. Oké, hát őt nem fogjuk betörni akkor. Nézzük meg az eladhatósba a 4000-eset. Hát, ha itt is lenne egy kis szerencsénk, és valami nagyobbat ad be, totis cseh játékost ad be, hát ez nem egy mai lap, viszont ikon. És ez egy 95-ös Nedved. De ez könnyed 10 millió. Teljesen jó, figyelj, 93-tól adta be, én az ilyennek már szoktam örülni. Jó, exchange-be tudunk-e valamit? Itt gondolkodtam az advance pontokon, hogy vajon megérheti összerakni erre, eladni? Végül is megérheti. Hát, ha erősebbet ad be. Vagy két maszkeránót kiszedni. Na, talán a 97-es az jobb. Várok még, aztán úgyis összejön a pont. Itt nem tudunk semmit bontani, gondolom. 105 ponton van, hát hogyan tudnánk akkor. Oké. Menjünk be az exchange-ekbe, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Ott egy Onri, az eléggé király Onri ahhoz képest, hogy ugye alapból egy rankápolt verzióját kapod meg, ha megnézed. Ez elég durva egyébként, jó fejség a játéktól. Viszont itt a Daily Picknél tudunk valami jót. Hát 98-asok, elérkeztünk ez az időhöz, egyszer nem tudom kikerülni. 98-asokat is be kell törni, hogyha szeretnénk extra time-ozni, muszáj vagyok betörni a 98-asokat, hiába hisztisztem ez ellen, hogy nem fogok, egyszerűen látom, hogy nincs más megoldása. Oké. Nézzük meg, hogy itt hogyan tudunk pénzt csinálni. 91-ig kell elgörgetnünk. Ott 3 milliót kaphatunk, úgyhogy ezt meg is kapjuk egyébként a sallóért, ez nagyon jó kis pénz. Majd utána megyünk a 92-esen, 4,5 millió. És ott a 95-ös az, ami egy nagy ugrás, az 10 millió lesz. Úgyhogy annak nagyon tudok örülni. 95-ös viszont nincs, 94 pluszos van, ott a 10 millió. Ez hibátlan, ez így nagyon király. Hiszen 357 milliónk van már így. Jó, amúgy exchange-ben megnézhetnénk ezeket a gagyikat, hogy ebből lehet-e valamit kihozni, mert nagyon sok ilyen vacak játékosom van. Itt okoz ez fejtörést, ugye, hogy a 94-eseket őszintén szóval annyira nem szívesen tenném bele, de egy menet erejéig nyomjuk már aztán. Na, a kondét azt nem kéne betörni. Úha. Hát mégis ő lesz, meg ki mást. A 87-eseket sem szívesen törnék be. Fúha. A lámot még beteszem. Hát ez nem jó. Ehhez még bontanunk kell, ez egészen biztos. Itt a Limit Exchange-nél 4 darab ilyen játékos kéne betenni. Ott van 98-as, akit nem fogok betenni, úgyhogy hiába próbálkozok. Ez sajnos nem jön össze. Oké, menjünk bele. Itt a évfordulós kis cuccba, hiszen kinyílt a harmadik heti játékos adag. Sok mindenkit várt, de jöttek jók, de nem ilyen Ronaldók meg ilyesmi. Viszont jött Onri, van 103-as Onri, nagyon durva lehet. Roberto Carlos egészen elképesztő, tehát ezek ilyen 1 milliárd coin körül indulnak. Az Onri szerintem még több, 1,6 milliárdról indul. És van egy ilyen Mateusz, ez talán a legolcsóbb, így van 1 milliárddal. Itt nem jött túl az Origin Heroes-ba, a végén az évfordulósba viszont ott jöttek. Lukaku egyébként, ez nem annyira rossz, ő is 300 millió fölülről indul, fejelni eléggé jól tud meglőni. Morata, Castel, De Gea, basszus, klubja se volt eddig, most meg 101-es lap, ez hihetetlen amúgy. A csávó, hogy visszatért, és kinyitottuk ugye az új Höjberget, azért ez se kutya. Esetlegesen megnézhetnénk ennél a Höjbergnél, hogy mi a helyzet vele, hogyha én megveszem, összerankápolom, hogy abból ki lehet-e szállni valamilyen pozitív mutatóval. 101-től 101-ig berakjuk, reméljük megtaláljuk a sok játékos között. Most a nevét nem kezdem el beírni, mert azért kidobhatná itt. Azt mondja, hogy ott van. Jó. Hát ha össze rankápoljuk, egyébként kereshetünk rajta egy picit. De lehet, hogy beledobnék Mascheranót, és akkor
viszont pénzét tudjuk tenni a Mascheranót. Megéri pénzét tenni a Mascheranót? Ez itt a nagy kérdés. Ugye azt se felejtsük el, hogy le kell adózni. Itt úgy mennék ebbe bele, de szerintem megcsináljuk, mert nagyon új lap, egy zsírúj lap a Höjberg. Most éri meg szét Mascheranózni, akár ugye ilyen legendary szintre is, vagy ide pirosig, nagyon sok pénzt kereshetsz a Mascheranóiddal, de ez csak úgy érheti meg, ha minimum pénzért veszük meg, úgyhogy még a 107 milliót se adom meg érte, hiszen majd adózni kell utána. Én a 106 milliót megadnám érte. Valószínűleg ez se fog ebbe a videóba összejönni, ezt a hétvégén nekem le kell bizniszelnem, hogy ez gyorsan megtörténjen, de majd a Major Destiny-ben hagyom, hogy lássátok, mi a helyzet. Nico Williams, Jézusom, hát úristen, hát soha nem fogjuk tudni eladni. Jó, nem baj, nehéz, kihívás elé állítottatok, de meg fogom oldani, meg fogom oldani. Menjünk bele az üzletbe, nézzük meg, hogy milyen extra time játékosokat szedtem ki. Hát igen, ilyen rosszak jöttek a napokba, úgyhogy erről nincs mit beszélni. Menjünk vissza ide, a helyünkre szépen, hiszen itt a main résznél mindent megcsináltam, nagyon jó. Az intrónál ki lehet szedni újabb Mascheranót, ez nagyon fontos, hogy elfelejtsétek, mert most ez az egyik legjobb reward. A Mascheranók most nagyon sokat érnek amúgy is, mert keveset oszt belőle a játék. És akkor a reward résznél egyébként kinyílt ugye az új Victory Formation, és van 4000 pontom, amit elszórhatunk, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy valami jót nyitunk. Itt a Toigliba egy 96-os már ott van, ami nagyon jó. Ami azért nagyon jó, hiszen extra time-ba tudjuk, hogy ez milyen fontos. Szuper. És itt van valami kis mystery gift. Hát rá szeretnék arra menni. Azt a mindenit. Ez nagyon tetszik. Itt sorba kell kiállokolni a cuccokat? Vagy ez hogy van? Nézzük már meg. Ez tetszik, tetszik. Na gyere, valami jót adj be. Légy szíves. Akivel tudunk is valamit kezdeni. A tanítás. Jó, hát. 97-es, nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Azzal tudunk már valami kezdeni, és tényleg sorba kell menni. Akkor megérte gyűjtögetni ezeket a pontokat, és nem elkölteni, ahogy látom. Hiszen gemeket lehet kiszedni a pontokért cserébe, ott a training transfer. Legnyi legyenesen kéne menni. És én csocsó figurákat tesz oda. Volt egy csocsó kihívás, majd a valóságban is csocsózgattunk itt Petivel a futballkárcunk csatornán. Ha van kedved, oda is nézz át. Ott meg focis kártyabontás megy, de ezerrel. És nagyon közel vagyunk a 100 000 feliratkozóhoz. Itt még nem annyira, úgyhogy légy szíves, mind a két csatornán iratkozz fel, hogyha érdekel a foci, meg ilyesmi. 98-as SCN nagyon jó, nagyon jó. Itt egy valag base player lesz, ez is jó, ez is jó. Jó, nézzük meg, training transfer, tudjuk milyen fontos, hát ez pénz, konkrétan ez pénzt nyitunk most. Rámegyünk a többire is, 500 000 coin, hát ezért gyűjtögettem, hogy legyen értelme itt a bontásoknak. Kitettük az egész csapatot, most már csak a mystery van hátra, ami egy Mascheranó. Nem rossz, nem rossz a Mascheranó, de azt hittem valami durvább lesz. Jó, viszont itt garantált 97-es játékos jön, nézzük is meg. Lessük, mi leszel te? Igazából 97-98-an nem tudok örülni. Többit majd átgondoljuk, annál magasabb. 97-es, akkor ez extra time egyértelműen. Nagyon zsír. Hát itt igazából több mindent nem lehet csinálni. A hidden score-hoz vissza tudunk menni, és itt tudunk bontogatni. Én azt mondom, hogy 4-et nézzünk meg ebből, vagy 5-öt, vagy mit tudom én mennyit. De aztán el kell kezdeni gyűjtögetni, hiszen a következő héten meg egy tök új mini játékön, és nem tudom, hogy ugye mennyi ilyen pontot igényel, úgyhogy mindet biztos, hogy nem fogjuk ebbe a videóba elkölteni. Aha. Hát igen. Igen. Hát itt már nem tudok mit csinálni egyszerűen, mert az összes ilyen kis milestone-t kiszedtem, úgyhogy nem is annyira éri meg itt bontogatni. Ha nem ad be nagyot, akkor nem nagyon éri meg. És a Strike Zone-ba, ha jól emlékszem, ott is ilyen kisebb fajta rewardok vannak. Hát itt is nyomjunk egyet, de aztán véget vetünk a bulinak. Létsz valami nagyot? Nem akarja, nem akarja. Ezt spurkodik. Úgyhogy ez az utolsó október 17-én fog kioldódni. A jövő hét hétvégi videóban ezzel tudunk foglalkozni. Flash Sale, ezt frissítsük, hát ha beadja a training játékosokat, ezt a bronzos pakkot. Ez nem az, ez nem az. Na,
Szemétláda, ez nem az. Jó, akkor még egyszer lesz, csak az éri meg. Szerintem csak az éri meg. Ha beadja az 50 bronzosat, ez az. 600 gemér, 50 bronzos, ez nagyon-nagyon sok tréninget jelent, srácok. Az éri meg igazán. Még egyszer rámegyünk, mert ilyenkor csak egyszer, éri, egyszer engedi megvásárolni, és utána már nem adja be, úgyhogy ez így ennyi volt. Itt egy tojás, ezt nem gyűjtöttük be. Hogy lehetséges, hogy nem gyűjtöttük be a tojást? Abban a pillanatban jön a 95-ös. Nagyon jó, és már megint 1900 gemünk van, tehát ez egészen jó pofa. Jó, menjünk vissza. Nézzük meg akkor, hogy a Football Centerbe mi a helyzet, mert újra nyílik majd a Premier League, vagy már újra nyílt, aha, már újra nyílt a Premier League, közben a La Ligába is bohóckodok, de a Football Centerbe is vannak újabb kívások, ezt a Team of the Week-et mindenféleképpen csináljátok meg, és akkor megnézzük, hogy mik az új Team of the Week játékosok, akik elég komolyak egyébként, vannak 99-esek is. Én egy 96-osan nagyon szeretnék rámenni, 180 pontba kerül, hiszen ezt be tudjuk ugye törni. Tehát ezt, ezt mondhatni tökéletes, úgyhogy menjünk is rá egy ilyen 96-osra. Most itt az extra time-ot meg fogjuk tolni. Hát biztos vagyok benne, hogy jövőkkel, de extra time-ozni fogunk 3000-essel természetesen. Itt 200-é lehetne ilyet bontani, de nagyon rizikós és sem értelme, meg 92-est is beadhat, és az nagyon nagy bukóvári. Mert 92-eset amúgy meg tudod venni 70 pontért, tehát majdnem tudok venni egyet, szóval semmi értelme, annak inkább így vedd meg, és akkor ez a biztos nem kell szerencsére menni, hogyha nem muszáj. Új játékmódok, vagy hát ilyen csapat összerakások is vannak, amivel tudsz pontokat szerezni, ugye? Úgyhogy nagyjából ennyi. Chronicles-be nem is haladtam szerintem. Ja, hát ezzel nem nagyon foglalkoztam, most a napi meccset nyomtam le, aztán szevasz. Én várom igazából, hogy majd új játékos is jöjjön be. Most itt picit elvesztettem a motivációmat. Jó, nagyjából ennyi egyébként a sztori. Ezt a pódiumot csináljátok amúgy. A challenge-be bementek, ez nagyon fontos, mert tök jó reward van. Ezt a pódium challenge-et mindenféleképpen csináljátok, hiszen 92-est is adhat be. Ember head-to-head-et kell nyerni. Szóval az meg nem egyszerű, de sikerült, úgyhogy összehozható igazából. Jó, azt mondja, hogy már kiten gondolom nem történt semmi, úgyhogy 253 milliónk van, de a Höjbergből vissza fog jönni, és a Hazardot pontosan tudjuk, hogy igazából abszolválható 588-ér, vagy 595-ér itt az ő megvásárlása. Úgyhogy akár gondolkodhatunk abban is, hogy kit éri meg lecserélni. Vagy kitéri megfejleszteni. A Turámot jó lenne felmaszkaránozni egyébként, és nem a Höjbergre elkölteni, de jelenleg nem tudok ezzel semmit csinálni, hiszen kevés a maszkaránom, és most már Lutirira többet nem fogok rámenni. Cannavaro megvan 25, Kompani megvan 25, Kompani nézzük már meg, ez nagyon durva lett, 153-as védekezés, ez egészen döbbenetes. Úgyhogy az nagyon király. A Szala is Maxon van, Milenkovic-Savic úgyis cserére érik, és a Touré is, úgyhogy őráig nem nyomom. Itt csak a Kukurejára éri megnyomni a tréninget, úgyhogy szerintem rá fogunk kereszteni most egy 25-ös, és akkor mindegyik értéke úgymond kap egyet. Cserében rengeteg játékost megeszik, de úgyis van most csomó, tehát itt a 25-ös tréning az bizony, hogy számít. Nagyon jó. 3,4 milliárdot ér most a csapat, le is estünk az overall miatt, a Ribery, de hát ez van. Ez ilyenkor ennyi. És ebben a videóban sajnos több mindent nem tudunk csinálni, mert egyszerűen ez kifulladt itt. Úgyhogy nyomjunk egy jó meccset. Rég nyomtunk már head-to-head meccset, és nem is csak, hogy meccset kéne nyomni, hanem versus attackot, és remélem nem olyan rossz a keretem, hogy ne tudjak megnyerni, mert itt kéne játszogatni. 10 nap van hátra, és még mindig... itt szórakozok, tilitolizok, nem nyomom bele a meccseket, úgyhogy most tegyük meg. Még így is jobb az esélyünk a Ribéryvel is. Úgyhogy simán nyerni kéne. Tehát nekem ezzel a kerettel simán legendaribe kellene lennem. Itt max a lustaság az, ami miatt ez még nincs meg. Úgyhogy nézzük meg, próbáljuk meg megnyerni, mert nem kellene, hogy ilyen túl nehéz feladat legyen. Ám bár ez a helyzet már nagyon rossz. Na, igen, ilyeneket szeretnék kapni. És akkor itt Páversettel ez a sima egyenlítő gól. Jó. Azaz, Messi.
Hát a Ronaldót amúgy nagyon kipróbáltam volna. Nem azért, mert most kit szeretek, mert mind a kettő játékos világklasszis. Hát nem, tényleg így in-game megnéztem volna, hogy mit tud az a Ronaldo, főleg a játék legmaxosabb Ronaldója. Nem már, tehát ezzel megy az idő, ne szórakozzon már a gép. Akkor védje ki azt, adjon új helyzetet, tehát hogy ezt a bóckodást nem szeretem. Jó. Touré, van benn valaki középen? Hogy ne lenne? Akkor az gól. Azaz, az Courtois azért beleért, de csak meg lett az a gól. Viszont a srác vezet, és ez nem tetszik, és Ribéryre jön ki a formáció, az meg végképp nem tetszik, úgyhogy ez így nem lesz jó. Én nem tudom leszedni a pályáról Ribéryt, még egy head-to-headben meg tudom csinálni, hogy neki nem passzolok, nem játszhatom ennyit, de itt vesz a szatagba. Ha Ribéryvel kezdek, akkor az nem fog összejönni. Jó, passzold be. Az jó, Ribéry, lőd be, fiam. Jézusom. Ez a baj, hogy a srác is nagyon ügyes. Ez tényleg nagyon ügyes, látszik. Nagyon jól nyomja. Ribéry, lőd be. Jézusom. Félek, hogyha hozzá kerül a labda, annyival gyengébb ugye mindenkinél. Ez megvan, 9-9 lett. Ez egy tökéletes mutató, hogy szerintem ezt hagyjam, amíg nincs meg az új játékos. A Hazard, addig ezt pihentetjük, ám bár feljebb léptem egy kicsit a döntetlenne, úgyhogy nem rossz. Viszont head to head-et nyomjunk már egyet, mert elég szépen haladok egyébként győzelmekkel a Legend 1 felé. Nézzük meg. A srácnak gyengébb a csapata, Legend 3-ba van, tehát egyel rosszabb ligába van. Úgyhogy elvileg ez nyerhetőnek kellene lennie. Hát nem olyan jó a csapat, és ráadásul a tréningekre se figyel oda. Úgyhogy itt, ha nem is gálázni, de egy sima győzelemnek kellene lennie. Na, megnézzük, jó van. Nyomjuk. Kukkantsuk meg, hogy mit lehet itt összehozni. Ajajaj, kisebb fajta laggok. Ez nem kell. Nagyon jó, Kompani. Ott előre a passz, és akkor lehet indulni a Ribéryvel. Hát ez hihetetlen. Inkább hagyjuk. Messi, na ez már jobban tetszik. Gyere fiam, fúzd meg. Ott mehet a beadás. Elakadt, nem baj. Ribéry. Hát addig fikázom a Ribéryt, amíg tréning és rankáp nélkül is olyan gólt akaszt. És akkor itt jön szóba az, hogy mennyire nem számít, hogy milyen rankáppal, milyen játékosok vannak, csak a tudás. Nem, most nem azt fényezem, hogy én milyen jó vagyok, mert én egyáltalán nem vagyok jó, hanem hogy meg lehet oldani. A pro playereknek nem kellenek extrém szint. Tehát, hogy is mondjam, ez két külön játékmód. Az, hogy te milyen csapatot építesz össze, és az is egy külön játékmód, hogy hogyan játszol. Mert ha vannak alapjátékosaid, ilyen, mit tudom én, pár sztárral ugye telepakolod, lehet úgy játszani, lehet úgy passzolgatni, hogy neked ne kelljenek 280-as futású játékosok. Az kell, hogy in-game jó legyen. Tehát in-game számít, hogy Ronaldód van-e, vagy mit van, mi az ember neve, és hogyan néz ki, és milyen magas. Ezek sokkal többet számítanak. Most, hogy, hogy hanyas a futása, hogy 280-as, vagy 312-es, de nem biztos, hogy ennyit számít. Inkább a tudás, én azt mondom. De ez már nagyon sokszor megmutatta magát. Annak gólnak kell lennie Messi. Mit csinált a kapusa? Mert hogy nem vetődött a kapusa, hanem így pit, így oldalra sasszézott. Ezt most nem teljesen értettem. Nézd meg, ez milyen furcsa volt. Itt beadom, oké. Tök jó a fejes. Kivédi, teljesen rendben van. Jön Messi, és kifut a pályáról a kapus. Hát ez hülye. Ez konkrétan hülye. És ugye a kapus nem te irányított, tehát most itt nem is volt beleszólása a gyereknek. Rásolni tudsz vele, de amúgy semmi mást. Na mindegy, jól. Legalább haladunk a Legend 1 felé, ami nagyon fontos, mert a rewardok szempontjából meg kellene csinálni a Legend 1-et, és a versus attackot is majd fel kellene húznom legalább Legend 3-ra, hogy normális rewardot kapjak. Hua! Jó, nem tudom, minek hoztam a kapust. Jó. Oké. Ott alul Ribéry, én már láttam, már passzoltam. Hihetetlen. Túl későn. Jó, Cannavaro, szép. Nagyon jó, ott is. Azaz, hibátlan. Egy kis testcselszerűség. Ott van,
Nem, mi van? Ha, szabálytalan voltam. Nekem nem tűnt fel. Mindegy, 2-0. Nem kell izgulni. Úgy ez is érdekes, hogy szabálytalan vagy, és mondjuk durván. És piros lap. Hogy ugye, mint az Ultimate Team-ben, a rendes IFC 25-ben, ott ugye egy meccsig nem játszhat a játékosod, de itt meg nyugodtan játszhat ugyanúgy tovább. Én bevezetnék ilyet is. Fitness meg ilyen baromságokat nem hoznék vissza, de mondjuk egy olyan, meg ilyen meccs, hogy hány meccse van igazolása, tehát ilyeneket nem. De mondjuk egy piros lapot azért csak beleraknék. Esetleg sérüléseket? A telefonos játék nem kell sérülés. Piros lap azért mehetne. Szerintem vágjuk ki inkább, mert láttam, hogy veszélyes. De hát a draft, tehát egyértelmű. Most ki lehet tölteni mindig a játék, amikor belépsz mostanában. Akkor a Retro Stars kapcsolat, hogy hogyan sikerült az event, egy ilyen kis kérdőívet ki lehet tölteni. Ezt ki is töltöttem, és ott kérdezik is, hogy mivel lehetne fejleszteni a játékot, mármint, hogy mi a véleményed, mi kellene még bele. Szerintem egy draft. Egy draft mód, ahova tényleg gemet fizes be a draftba, vagy ugye IFC pontot. Ez normális a gyerek, hogy kihozza a kapust. Szóval, hogy fizes be, tehát kelljen, vagy 5 millió coin, érted? Drága legyen. És bizony, hogyha megnyered mind a 4 meccset, akkor ugyanúgy egy jó reward, egy 95-ös pak, vagy valamilyen jó pak. Ami azt eredményezi, hogy igenis megéri megnyerni. És ha vesztesz, akkor igenis kapsz 50 bronzot, meg egy valami alap standard packet, aztán maradjál magadnak. De ha meg tényleg ügyesen megnyered a head-to-head-eket, mert értemszerűen head-to-head kéne, akkor bizony, hogy járjon egy ilyen giga reward. Fix 97-esi maszkerán, vagy játékossal, maszkeránóval, 100 bronza, hogy tudja tréningelni, tehát hogy megérje. Szerintem óriásit menne. Döbbenetesen nagyot menne. És nagyon kellene. Az, hogy legyen benne ilyen menedzser, mond meg ilyen, azt nem. Tehát az nem. Úgy se fog olyat senki játszani, csak mindenki azt mondja, hogy fog. De hidd el, nem fogsz olyat játszani. Nem tudják olyan profira megcsinálni a telefonon, hogy jók legyenek az átigazolások, rendesen lehessen nyomatni, akkor mit tudom én mi. Tehát, hogy ilyen kupákat játszál, meg mindent, nem fogják úgy megcsinálni. Ha lesz is menedzser mód, biztos, hogy szar lesz. Úgyhogy inkább ne. A draft az nem nehéz. Tehát az még ilyen mobilos játékosok. Olyan király lenne. És akkor érted, ki tudnál próbálni egy valag játékost, és ezért szeretem a nagyjátékban is a draftot, ki tudsz próbálni egy valag játékost, egy Ronaldot, egy Messit, egy Pelét, bárkit ki tudsz próbálni, akit ugye bead a játék, és tudod tesztelni, hogy most neked az a jól megy, hogyan játszol, hogy mozog, dob már be, hát mit szórakozol. Mert itt is, itt IFC Mobile-ban is annyira ki szeretnék próbálni még rengeteg játékost, de nincs meg erre a lehetőség, ha csak nem coinokat buksz a átigazolásokkal. Ez meg annyira nem poénos. Na mindegy. Úgyhogy én a draftot mondtam, mint ötlet, hogy nagyon-nagyon-nagyon kéne bele már évek óta szerintem. Jó, megnyertük 3-0-ra, tényleg bejött, 9 lövés, 8 kaput eltalált, tehát ez eléggé sima volt, úgyhogy nincsen semmi baj, és haladunk szépen nyílegyenesen előre. Hát a Legend egyik még sok ilyet kell nyernem, de majd igyekszem, amennyire csak tőlem telik. Úgyhogy én köszönöm szépen, srácok, a figyelmet. Hát bizniszek vannak, több fronton is, tehát a Hölbergel, ha jól alakul, akkor pénzt keresünk, ha nem jól alakul, akkor majd valami formációváltás, vagy mit tudom én mi legyen, nem tudom, még nem találtam még ki egészen pontosan, de nem tűnik rossznak, illetve a Nico Williams Hazard biznisz az mindenféleképpen meg fog történni, és én úgy hiszem, hogy a piros Hazard megvásárlása a legokosabb döntés, és így is egy olyan játékosunk lesz, ami elképesztően durva lesz, és a Nico Williamshez képest egy overall fejlődés egyébként, tehát ez azért elég komoly. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk a következő videóban. Addig is jók legyetek, nyomjátok hétvégén, hát ott rengeteg cuccot kell majd csinálni, úgyhogy hajrá, sziasztok!